Bemutatták a régi korok karácsonyát tegnap a múzeumban. Az előadásból kiderült a karácsonyfa állításának és díszítésének története, mely a 19. század elején kezdődik, de először csak a felsőbb társadalmi rétegekben terjedt el, a szokás csak később indult hódító útjára. A Szentendrei Skanzen munkatársa, nagyné dr. Batári Zsuzsanna néprajzkutató elmondta, a 19. század végére a falusi értelmiség és a városi polgárság körében is elterjedt a fenyőállítás. Sőt, az első világháborúban a katonák a lövészárkokban, a hadihajókon és a fogolytáborokban is állítottak karácsonyfát. Az ő hazatértük után lett még szélesebb körben ismert a parasztság körében is a karácsonyfa állítás. A szegényebbeknek nem mindig volt pénzük fenyőre, így számtalan pótmegoldás létezett. Nagyon-nagyon érdekes megoldások is voltak, hogyha nem tudtak fát szerezni, akkor akár volt, hogy a lámpadrótot díszítették föl. Olyanra is van példa, hogy a mángorlót díszítették föl, és az szerepelt karácsonyfaként, de elterjedt, ismert az is, hogy esetleg a muskátlit vagy a rozmaringot díszítették föl, ami otthon volt. Nagyon kedvelt volt a boróka, azt is használták karácsonyfagyanánt, és még az is nagyon érdekes, hogy nem mindig állítva volt a karácsonyfa, hanem a gerendáról lógatták lefelé, és lehetett a szárától lefelé is, és a tetejétől is lógatni, és így díszítették.